Szeretettel köszöntök mindenkit ezen a évszaknak megfelelő hőmérsékletű napon. Hát nekünk ez egy kicsit kellemetlen, de ugye van egy régi mondás, hogy örülj, ha esik az eső, mert ha nem örülsz, akkor is esik. És hagyományoknak megfelelően fog a mai program is szerveződni. Láthatók a falon képek, majd a kiállító festőművészt be fogjuk mutatni, utána jön az irodalmi rész. A kiállító festőművész, aki Batári István, majd Németh Juha Sándor, a Krónikák titkára mutatja be. Az irodalmi résznek a főszereplője, Király Lajos, a Krónikák titkára. Elnöke, na! Hát egy titkát elsütöttem, most elnöke. Inkább az elnöke. Két kötetéből hangzanak el versek. Az egyik a betegségével kapcsolatos témájú, a másik pedig a műfordításai. Bővebbet azért nem mondok, mert ő ezt úgyis el fogja kellő tartalommal, részletességgel mondani. Zenében több közreműködőnk is van. Üdvözlöm Párti Anna operaénekest, énekkel fog közreműködni, Katona Mária szintén énekkel, és Szőlősi Dávid énekkel és mandolinnal. Mielőtt a programra rátérnénk, a saját programunkra, egy-két előzetest szeretnék bejelenteni. Két Krúdikör tagunknak is lesz más irányú rendezvénye, erről szólnék egy-egy szót. Eller Mária az Égerfa költő könyvemutatója lesz szeptember 19-én, tehát egy bő egy hónap múlva. A Vírus Café szórakozó helyen, a 9. kerület Ferenc körúton, itt van Mária, ha valakit érdekel, akkor részletekről őtől lehet érdeklődni. És augusztus 25-én 14 órakor a Csepel munkásotthonba a Tamási Lajos irodalmi kör tartja a soros rendezvényét, ott a közreműködő is a Krúdikör tagja, Lászki Erzsébet. És a saját programjai most úgy néz ki, hogy vissza tudunk térni a saját korábbi beütemezett munkatervünkhöz. Azért beszélek feltételes módba, mert nem tudjuk, hogy az egészségügyi helyzet hogyan alakul az elkövetkező egy hónapban. Ha nem rosszabbodik, akkor marad ez a program szerinti ütemezés, vagyis szeptember 3-án Újpesten Keskeny Farkas Anikó fog bemutatkozni, őt is láttam itt valahol, ott van. Tehát ő egyrészt szerzőként fog bemutatkozni, és mint versmondó is. Frida Lucia, jelenleg most ő nincs itt, ő lesz a képkiállító. A Kéli vendéglőbe 10-én a Zamárdi kör mutatkozik be, ott látom Szakáli Annát, ő lesz ennek a programnak, légy szíves, álljál föl, hogy most előzetesen is, majd megismerjenek téged, és ott természetesen részletesebben ő lesz ennek a programnak az összefogója, szerkesztője és közreműködője is. Egy hónap múlva, 17-én találkozunk itt az Ila Kávéházba, ahol az Ősfehérvár irodalmi kör Székesfehérvárról fog bemutatkozni. Ők hozzák az irodalmárokat, ők hozzák a kiállító festőművészeket, az ő
szerkesztésükben történik a program. És akkor átadom a szót Németh Éva Sándornak, a Kulnikör titkárának, hogy a képzőművészeti résszel folytathassuk. Csodálatos szép estét kívánok mindenkinek. Azt nézem, hogy ki az, aki hangosan beszél, mert aki hangosan beszél, azt kihívjuk és azt megszólaltatjuk. Csak arra vigyázzatok le, hogy mindenki kijöjjön. Jó, szeretettel köszöntök mindenkit a Klubi Gyula Irodalmi Kör nevében. Engedjétek meg, hogy egy zseniális, különleges embert mutassak be nektek. Méghozzá olyat, aki szerény, visszahúzódó, tehetséges, sokoldalú, és gyerekkora óta fest és rajzol. Igaziból rajzolt, grafikusból, pici korától kezdve. A festés az igaziból a későbbiekben domborodott ki. Na most az, hogy tulajdonképpen hogy kerültem kapcsolatban, mert ha ránézünk Batári Istvánra, egy nagy tapsot Batári Istvánnak! Az István azt kérte tőlem, egyetlen egy kérésem van nyiba, ne kelljen soha megszólalni, én inkább mutatom a festményeket és a képeket. De azért mégis a kívánni valót hagy maga után, ha már Szolnokról eljött ide, és ráadásul Budapesten született, van egy lánya és van két unokája. Örülünk, hogy itt vagy. Tehát hogy ismerkedtünk meg, azért mégis aki érdekes. Egyszer felhív Benkő László, nem az Omega billentyűse, hanem egy másik Benkő László, és mondja, hogy ő meg szeretne tisztelni engem is a Rocklegendák kiállítást egy elefánt Molnár György grafikával, mert nagyon jó. Elmondom, küldd át és megnézem, hogy milyen. Na most, amikor elküldte, akkor elájultam. És akkor azt mondtam, hogy ki ez az ember, és akkor utána néztem, és még jobban elájultam. Ő Batári István grafikus. Még egy nagy tapsot neki, mert nem mert megszólalni. Azóta már természetesen megfestette Révész Sándort a Piramisból, megfestette Takács Tamást a Kártágóból. Tehát nem mondom még, hogy kiket festett meg. Most tetszik, nem tetszik, István, neked meg kell szólalni. Szedd össze magad, gondolj arra, amikor általános iskolába jártál és rettegtél, hogy megszólítsanak, most beszélj, akkor mondd azt meg nekünk, légy olyan kedves, hogy miért szeretette a grafikát és a festményeket, és miért látunk ennyi karakteres arcot a műveiben? Ez egy jó kérdés. Fogalmam sincs. Mindig is szeretem rajzolni. Általános iskolában volt egy nagyon jó rajztanárnő, Szárasz Klári néni, aki megszerettette valam a rajzolást. Azóta is folyamatosan rajzolok, persze kisebb kihagyásokkal, mert soha nem tetszett, amit csináltam. Mi jártam különböző tanfolyamokra, mindenféle művelődési házba bementem, ahol volt valami tanfolyam. Mindenit valamit kicsit tanultam, de ezt soha nem elégített ki. Aztán végül is 10 évvel ezelőtt egy ilyen jobbágyféltek is rajztanfolyamot hoztam meg azt az önbizalmat, hogy na végre már megmertem mutatni azt, hogy miket rajzol. Azóta főleg az emberábrázolás érdekel, az arcok, karaktereknek a megfogás. Kapcsoljuk meg, mert tényleg nem beszéltetek. Érdekes, hogy nagyon sok festőművész barátom van, illetve grafikusok, akiknek a többsége tényleg ilyen visszahúzódó, valamiért még a munkásságunk az, ami kidomborodik. És hát ha visszanézik a régi nagyokat, ők is azért néha problémák voltak saját magukkal, akár Leonardo da Vinci szinte úgy halt meg, hogy úgy érezte, hogy ő szinte semmit nem csinált életében, mert ugye annyi munkája volt és olyan nagy volumenű munkákat végzett el, amik voltak, amiket nem tudott befejezni, és úgy érezte, hogy ő nem is csinált olyan nagy dolgokat. Nem csinált nagy dolgokat, csak a világ legnagyobb dolgait. Úgyhogy, hát István, én nagyon bízom benned, hogyha így folytatod tovább, akkor légyen kedves, itt van mögöttünk egy szerény ember, akit én nagyon tiszteltem, nagyon jó barátom volt, és egy lemezen énekelünk is együtt, meg rengeteg edzőtáborban voltam. Beszélj az úriemberről, te mondtál, nem akarom én elmenni a poént.
Kikman Tamással annak idején én együtt kenúztam, csak ő egy kicsit több eredményt ért el a kenúban. Talán úgy mondanám, hogy 9-szeres világbajnok és egy fantasztikus embert ismertem meg benne, aki rettenetesen jó humorral volt ellátva, és ami nagyon tetszett benne, hogy egy nagyon szociális érzékenység, nagyon a civil emberek felé fordult, és bármilyen rendezvényre szívesen elment a Magyarország bármelyik pontjára, tehát egy végtelen jóságos ember volt, nagyon tiszteltem, nagyon szerettem, Isten veled, Tamás. Tudnál valami olyat mondani, hogyha most belenézem az arcokban, látsz egy olyan karakteres arcot, akit azonnal meg kellene rajzolnod, persze nem kell megrajzolnod, de mutass rá arra az arcot, aki neked így nagyon bejött el. Most nem az, hogy ki a jó képű, meg ki az öreg, ki a fiatal, hanem az, hogy kinek van karakteres arca. Én nagyon szívesen megrajzolnék mindenkit. Hölgyeim és uraim, Badár Istvánt hallottuk, egy óriási tapsal köszöntjük őt. Most pedig mindenkinek a figyelmében ajánlom azok, akik művészettel foglalkoznak. Nyiba művészeti díjat kapott, az volt az első díja, de én csodálkoztam egy ilyen zseniális művész, akinek hány alkotásod az összesen? Hát fogalmam sincs, de körülbelül olyan 300-400 körül. A rajzot nem számoltam, mert az már az 1000-nél tart körülbelül. Hölgyeim és uraim, 1000 alkotás, és itt van a Krúdi Gyula Irodalmi Könyv tagja, Batári István, Magyarország. Köszönöm szépen! És akkor átadnám a szót Pánti Annának, az opera nagykövetének, és örülünk annak, hogy Király Lajos itt van köztünk. Egy óriási tapsot Lajosnak, hogy majd ő is merjen beszélni bőven hozzátok. A Krúdi Gyula Irodalmi Könyv elnöke, Király Lajos, estje lesz majd. Hangozzék el most Albinoni adagio-ja. Thank you.
Köszönjük szépen Pánti Annának ezt a gyönyörű dalt. Engedjétek meg, hogy egy meglepetéssel szolgáljunk nektek. Vagyis hát elsősorban majd az alkotó Batár István grafikus festőművész elmondja, mi a meglepetés, csak nehogy olyan meglepetés legyen, hogy én is elájuljak. De úgy látszik, hogy azt mondja, nem fogok elájulni, akkor mutasd föl, légy a kedves. Ezt még befejezem. Ez csak félkész. Én visszasírjuk ezt a állapotot. Nem állítom így sem. Kedves közönségünk, nagyon örülök, szoktam volt mondani, hogy látjuk egymást. Ugye ez két oldalú öröm, önök látnak engem, én meg önöket. Hogy mi mentem keresztül, önök nagyon tudják. Nem lehet belemélyedni az estnek a részletébe, az köszöntsem a szeretettel Nick Ferenc főlovagot, a Magyar Kultúra Lovagját, a Falok Alapítványának a elnökét. De már annyi embernek köszönnek hazai külföldnek adtál átkitüntetést, Bizsatú már bronzot, ezen túlmenően a több száz között kb. 20, és hallottak közben leszámítom, mert sajnos nyilván elültak, 20 krúdikörös kultúra rovagja van, sőt volt egyetemes kultúra rovagja is tálas elnök. Én hadd adjam át a krúdikör nevében a ez is érmet, mert nagyon megérdemelte. A Felit már nagyon régóta ismerünk, rengeteg rendezvényt szerveztünk, csináltunk. És Felikén, én köszönöm azt a nagy munkát, amit végeztél, szoktok mondani, no pass rá, nincs megállás. És nincs más hátra, mint előre. Gratulálok! Ezen túlmenően, a könyveinkből utóbbi mondjuk két évnek a dolgaiból csináltam, majdnem, hogy anyám meg, átugottak, dedikáltam, Felikén, használj egészséggel, és olvas, és köszönöm még egyszer, sok sikert kívánok! Kedves közönségünk, valóban nagy nap ez a mai, már csak azért is, mert már a harmadik rendezvényt tudjuk a nagy vírus mizéria miatt újra kezdeni. Hozzáteszem, hogy 1-2-3-4-5, az idén 5 kötetet csináltam, és az gratulálja Bíró Krisztiánnak, aki jelen van, egy tapsony nekik. Aki kb. 30 éve csinálok a könyvet, rengeteg krúdikör tagnak nekem is, és ezeket a gyönyörű könyveket ők csináltak. És most a türelem és a francia fordítások fognak elhangzani. Azért két ilyen dolgot, mert a türelemben a betegségem
igazzal összefüggő, kicsit szomorkásabb dolgról van szó, viszont a francia irodalom verseiből olyan csemege, Jules Verne, azaz Verne Gyula, aztán Michel Kaul, francia költőbarátom, én voltam 2015-ben, csodálatosan, és barátnője Jani Kress, filozófus, irodalomtörténész költő, háromnak a verse fognak elhangzani. Így próbáljuk ki egyensúlyozni a dolgokat, hogy hát jól érzem magunkat. Én még egyszer megköszönöm, hogy eljöttetek. Azokat is, akik vidékről például jöttek hárman is, hogy Mezővásárhelyen, Fejl Józsi, a Kálasz, Rözomikör. Elsően nekem egy megint előke, Géza barátunk, aki őt követte az eredeti témában, és kedves felesége Ancka is eljöttek messziről, de köszöntöm Szokály Annát is, aki hát Szabadikból, Zamárdiból, meleg van, Zamárdiból jöttek el, hogy megnézzék. És köszönöm, ha már itt a funkcionálisokat látjuk, akkor a Lengyel Gézát, a Csepeli Irodalmi Klubnak a vezetőit, és még egyszer megköszönöm azt a múlt havi estet, hogy a, most nem akarom részletezni, de röviden mondom, Tamás, hogy gyönyörű műsort és kiállítást csináltak Laci vezetésével, még egyszer köszönöm. Ezek után más nem történhet, mint hogy menjen a műsor, ugyanis a Feri már bemutatta az énekes közreműködőket, ja is, hát én meg a versmondásban közreműködőket szeretném, Orosz Margitos, aki Pán-Horvátiból jött, és a Montázs Magazin Íróklubnak a vezetője. Köszönöm szépen! Kumbári Feri, közönkünk, Németh Ima Sándor, és jó magam is. Köszöntöm ismételten Szabó Lacit, aki kitüntetett lett, és örömmel fölveszi a dolgainkat, és csodálatosan. A honlapunkon mindent meg lehet nézni, úgyhogy nézzétek, és majd Batár Istvánnak is fogok majd tegyük át könyvet adni. Végén csak nem győztem már, két kezem volt csak. Hát, ezek után először a Türelem című kötetből hangzanak el versek, színászszerűen. Kérem, hallgassák figyelemmel. A kötet nyitó verse hangzik el a Türelem című kötetből. Várakozás. Szobámban, ágyamban vártam szótlanul injekcióra, hogy majd mély álomban merülve vigyenek operációra. Már többször is átgondoltam, a játszmám csak egyirányú volt. Élni akarok féltüdővel, vagy leszek egy elfeledett holt. Jött a nővér, s farba adta. Fájdalmas volt az injekció. Hordágyra tettek letakarva. Elindult a nagy produkció. Néhány métert a plafont néztem, és a kép eltűnt varázsszóra. Haléltam, feküdtem az ágyon, átszálltam más dimenzióba. Őrzőgép fénye villogott.
Őrzőkép fényed villogott, cikáztok számok és ábrák, mutatták szívem ritmusát és a vének áramlását. A képernyő furcsa görbék ugráltak eszeveszetten. Gyógyszerrel kellett fékezni, hogy pulzáljon pontos rendben. Műtét után az ágyamban kissé kábultan feküdtem. Gyerekomban cső lógott ki, és eléggé elnehezültem. Egy ápoló rám mosolygott. Figyelte szívem ritmusát, hogy féltőjével élem majd éltem további ciklusát. Cimadolás, türelem. Türelem a lelkemben hatalmas érdem. Enélkül nincs gyógyulás és egészség. Sok fájdalmat, bajt és szenvedést elviseltem, csak olykor billennek a kétség. Leperegtek hosszú napok és éjszakák. A fájdalmas valóságot elviseltem, csak abban hittem, hogy élni kell tovább is, és nem a jelen bajaim keseregni. Esendő a test, hangosabban, és esendő a lélek. Erős akarattal küszködik az élet. Fájdalmak naponta társaitá lesznek, alázattal tűröd megváltó keresztet. Hátadon a sebed lezárta a múltad, félelem szörnyei fejlésbe húltak. Szép remények, áldok, most körbe ölemnek, arra biztatnak, élj, és örülj az életnek. A bölcs ember sok-sok. A bölcs ember sok-sok jót cselekszik, így sokszorozza szép emlékeit. Minden napját jó tettek vezérlik, és nem számolja veszteségeit. Sebesen robog az idő kerekei, pörgeti a gyorsuló perceket. A bölcs ember gondosan használja a megkapott lehetőségeket. Ki másokért is éli életét, nagy táblatokban teszi dolgait, mert ezt rendelte számára a sors, és megvívja a vállalt arcai. Budapest 2019. február 10-én 20 óra 26 perckor. Sírtam. Csütörtökön kétségbe esettem, s reménykedve üdvözöltük egymást feleségemmel az ágyam mellett. És kerestük erős vigasztalást. Az elferdült számból folyt a nyálam, és jobb kezem béna görcsben állott. Tehetetlen voltam. Segzett állat. Megismertem rettentő világot. Emberi hang nem jött ki a torkomon. Akár egy ősember. Csak makogtam. Lelkem egy pillanatra összetört. Keservesen sírtam. 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 Mivé lesznek a további álmok, ha majd beszélni sajnos nem tudok.
és nem gördülhetnek ki a számon a míves emberi gondolatok. Sírtam, és a könny arcomon pergett, vigasztalt és ölelt feleségem. Erős vagy, már sok mindent kibírtál, a sors most nem oszthat vereséget. Hazabocsátás. Eljött a rég várt pillanat. Hazamehetett már végre. Vár az otthonnak melege. Nem kínosz tűzszúrásaim. Még egy utolsó vizsgálat, szívgyógyász megvizsgált engem. Záró jelentés elkészült, aztán hazamehettem. Sétálva mentünk hazáig, a Ritka utcai házba. És zuhanyozás után boldogan feküdtem ágyba. Nem jött vizit, vérvétel, nem zúgott öreg hűtőgép. Nem vártam infúzióra, ennyi forgott kocsikelé. Bár teljesült minden kérés, segítették gyógyuláson. Mégis jobb az édes otthon, az ébrenlét és az álom. Őszinte vallomás. Lelkem százszor összetörhetett volna, mikor láttam meggyötört testem. Azért halkan megkockáztatom. A sorstól tán nem ezt érdemeltem. Cifra nyomorúságot kaptam a sok küzdelemért cserébe. Ám erős akarat él bennem, s kapaszkodom maroknyi létbe. A sok, másokért való küzdés volt sorsom legszebb hivatása. S ahogy növekedtek terheim, úgy nőtt a magam boldogsága. Hajnal köszöntő. Aludni nem tudtam, az erkélyre mentem. Hajnali áldott napsugárt megfigyeltem. A napkorom lassan készült, kúszott egyre fejjebb, sugarai a házalán megpihentek. Aztán a fák között talált menedéket, hova vadgalom rakott magának fészket. Szépen énekelte napköszöntő talált. Hallgattam a szépen zűtő danát. Felgyorsult szívemben visszhangzott az ének, szívemben csillogtak a hajnali fények. Tüdőm friss levegőtől tágult, még élek, áldott légy napkorunk, és áldott légy élet. Áldott legyél. Áldott legyél az asszonyok között. A neved legyen áldott, mert megtaláltál, s megtaláltalak. Áldott legyél az asszonyok között. A neved legyen áldott, mert szeretsz, és szeretlek. Áldott legyél az asszonyok között. A neved legyen áldott, mert velem vagy. És ápolsz. Áldott légy az asszonyok között, a neved legyen áldott,
mert türelmes vagy, és én védtelen vagyok. Áldott legyél az asszonyok között, a neved legyen áldott, mert erős vagy, és én gyenge vagyok. Áldott legyél az asszonyok között, a neved legyen áldott, Erzsikém, hűséges feleségem. Áldott legyél mindörökre. Köszönöm. Soha nem gondoltam volna, hogy valamikor én majd Verne Gyula verseit fogom fordítani. Sokan nem is tudta, Verne Gyula verset írt. Igen, Verne Gyula 1828-ban Nantes városába született, ahol egy migráns a nanti székes egyházat elkezdte gyújtogatni többek között. Az orgonát tönkretette, 300 éveset. És a Verne Gyula fantasztikus volt. Jogásznak készült, sok ember van közöttünk doktorát, és mikor megjelenik neki verse,
akkor oda van egy doktor, mit tudom kicsoda, abban a versből nem lehet doktorálni. Verne Gyula sírtott, hogy doktor, Verne Gyula pedig velem, de Jókai sírtott, doktor Jókai volt, és Verne Gyula kitűnően zongorázott. Eltitkolta a fiatal korába, verseket írt, és bizonyára turbuszkó ember akart írni egy tanulmányt Verne Gyuláról, biztos már sokat írtak, és mondhatta, gondolom én, hozzanak rajta a múzeumból valami poros aktát, előszedték, és kiderült két gyönyörű gyöngyírással írt verseit tartalmazó kis füzetecske volt. És én pedig a Művisze Barátok Egyesületébe szoktam járni, pont Michel Kohl, francia barátunkat akartam, hát készültem bemutatni, és mondom, elmegyek a francia intézethez, és veszem a francia könyvet. Közben kiderült, hogy akkor a Művisze Barátok Egyesületéhez közel volt a könyves volt, és nézem, látom a polcon különféle eredeti francia dolgok, és ott van írva a polcon, ott van a Verne arcképe, ott van a Hold, a rakéta, és ott van írva, hogy Jules Verne, poém inédit. Verne Gyula kiadottam költeményen. Hát majdnem olyan tettem. Természetesen megvettem, abból fordítottam. Kitűnő dolog. Most pedig hallgassák meg. Ja, és a 80 nap alatt a színi dolgot is végre írt egy színdarabot, eltör szalmazát, nem annyira sikerült, de nem hagyta abba, és nagyon a 80 nap alatt a fölkörülből csinált egy színházi dolgot, amit Franciaországban hosszú éven keresztül 3500-szor bemutatta, de többet is, több ennyien dolgot. Most pedig hallgassák meg Verne Gyula versebe egy összeállítást. Hermina, Hermina. A gonosz rettegve látja ezt, fogát csikorgatja és eltűnik. Zsor zeng örömöt. Az őrangyalom vagy, kit Isten küldött nekem, hogy sziklák között vezessen zúgó tengeren. Lenn a föld, a pokol, fönn a menny, paradicsom. Barátnőm, vad viharban légy a menedéken, csak veled lesz a föld számomra éden. S ha meghalok, jutalmul a mennyet megkapom 1847. decemberre. Köszönöm. A templomi csönd. Templom hajó nőjén ős pihenőre lelt, s az égbe zuhant az est szomorú árma. Nem üzte már vadászként a vény pénzsarátja, a holtozat sötét oszlopokon pihent. A néma árkádok hallgattak a csöndben, sötéten ásítottak íves ablakok, a felszentelt oltár éli ruhát kapott, az orgona is pihen, áldott körömben. A hőlapon lépés koppant hirtelen. Minden felébredt, s a zaj terjedt szüntelen. Az oltár felrezzent, orgona felnyögött, az oszlopok visszhangozták lépések zaját. A volt évek alatt a hang zengett tovább. Aztán a templomi csönd
mindent. Korán. Lesznek ott szelíttekintetű szüzek, akiket még nem érintett meg sem ember, sem géniusz. Korán, 4. fejezet, 56. vers. A Koránban látni sok gyönyörű cirádá, Mohamed égi gyönyört ígért sok hívének. A mennyben őket szűz hurik epedve várják, s bőrük illatos, ajkukon csábos ének. Szelíd szépséget és édes tekintetet az ég a nomádasszonyoknak örökül nem adott. Így az Úr a muszlimokat jámbor hitükért égi szüzek szerelmével jutalmazott. Ez a szép gyönyörűség nekünk is kijárna. Sajnos az Isten az örök létet nem kínálta, s vele a szüzeket, s a mézet, mire vágyunk. Ám az nagyobb öröm, mint várni mindörökre, itt a földön találni felhevült szüzekre, a messzi égbe. Miért is kéne szállnunk? Hűséges kutya. Hűséges kutya ugatott, a vad hömpölygő ár rohant, a vízben gyermek fuldokolt és küszködött. Hamarosan a kutya melléje úszott, s érezte azt, életben van. A ruhája után kapott, bár sodorta örvény folyam, s a gyermekkel a partra jutott. Anyja ölelte boldogan, hűséges kutya ugatott, farkcsóválva lefelé rohant. Második füzet. Fájdalom. Ó, hagyjatok! Úgy sajog a szívem, kis nyugalomra vágyom. Az út nagyon rögös, hosszú a bolyongásom, s én, mint egy király, esendő vagyok. Ó, hagyjatok, hagyjatok földre rogyni, testem zúzza érdes gyökér, szúrós tövi szaggasson, sebemből folyjon vér. Ó, hagyjatok, testet ölt a gonosz, és nyomomban a sátán. Szárnya mezőt perzsel, szája tüzet okádván, lelkem rabolta, hitem elhagyott, ó, hagyjatok! Mit tehetek, ha létem most már semmit sem ér? Hagyjatok zuhanni, vár a szikla meredély, ó, hagyjatok, ó, hagyjatok, mert düh és harag tétesi lelkem mélyét, mint az árnyát kint szaggat, kivesztve reményt, jeges lélekharangot hallgatott. Ó, hagyjatok! Egy nagy pokoli gondolat tombol fejemben, és bőszebben harsok, mint viharban a tenger. Ó, hagyjatok! Ó, hagyjatok! Bánatos oroszlán bőg, mert szeretett kölykét kegyetlen vadászok bosszúból megölték, üvöltése az égig harsogott. Ó,
hagyjatok! A Gerlét is elátkozott sorsa nyomasztja, csendes szomorúságát búsan eldalolja. Ó, hagyjatok, ó, hagyjatok! A sivatag homokján gazella sír, hörög, testét karmok tépik, s a kín már csak nyöszörög. A homok őrzi, miként jajgatott, ó, hagyjatok! Tigris üvölt, kicsinye, mind halott, fájdalom zeng égen földön, én anyámat gyászolom, ó, adjatok! 1848. júliusa. Fordította királyra is. Következő világhírű számnak a zeneszerzője Kozma József, magyar szöveget hozzá Vécsei Ernő írt, azóta sem írtak jobb szöveget rá. Arcába mondta, hogy nem szeretem, lettem, hogy erre majd mit mond nekem. Gyötörtem, kínoztam szüntelenül, félvékeny volt a bolyt kegyetlen. Adottam neki, hogy más nő vár rám, ha estére rosszul volt. Szerettem, hogyha könnyed lehet már, de ő csak halkom sövén hajol. Azt mondtam, szerezte engem, szíved enyém, nézzem én. Yeah.
Dávidnak a éneklést, a szomorú hangú Velne vers után egy bevezetésként, átvezetésként volt Michel Kaur költő barátomnak a verséhez, ő már az idén 85 évét írta meg, és élte meg. Neki egy kétnyelvű francia kötetet is készítettem, amit annak idején hát személyesen adtam át. Élete nagy élménye volt, hogy Aix-en-Provence-tól nem messze, ahol lakik, ott jártam, élmény volt a pápák városában, ugye, Avignonban lenni, vagy Marseille-ben, Yves-Vallát, meg sok-sok olyan dolgot, ráadásul ugye szeretem a francia nyelvet, szóval csodálatos élmény volt. Michel Kaurról el kell mondani, ő Bretagne-ban született, Saint-Louis-ban. Ott volt a legnagyobb csata, annak idején német tankcsata volt az ellenfelekkel, ugye, a partoszállókkal, és hát a jó útját elfogták a németek, 5 évig nem látta. A nagyszüleim nevelték, és később, hát ez a lelki világára érdekes volt, ő ezért nem is lett, nem akart fegyelfogni, Franciaországban volt az az alternatív katonai szolgálat lehetőség. Ő Caen városában matematikával kezdett, aztán filozófus lett, és szerette a színházat is, és japánokkal távol-keleti országbéli egyetemistákkal járt, és mit adnék? Hát ő megpályázta az alternatív katonai dolgot, és Lausanne-ba került. Ott gimnázium a francia nyelvet és francia irodalmat tanított, ott ismerkedett meg első feleségével, Vantikával, akivel közösen írtak is egy érdekes regényt, amit meg is jelentett az Európa könyvkiadó. Úgyhogy nagyon érdekes. Én Michel Kaurtól legalább 300 verse folytottam, nemrég küldött olyan csodálatos összeállítást a kövekről, ami magában egy könyvre való, és hát nagyon örülök, hogy barátommal fogadott. Sokáig nem hallottam róla itt a mizériában, a vírusos helyzetben, kiderült, mivel van neki hát egy nyaralója, elmentek oda, ott érték, és meg is jelentetett 3 verset erről dolgról, amit a Bogján barátunk a Fővenyben hát közkincsített. Most akkor hangozzanak el Michel Kaur, francia költő barátom verseiből és összeállítás. Szerelmesek. Kéz a kézben sétálunk, és hajtunk, olykor összeér. A város megszínük köröttük, és az emberek világa. A madarak elcsendesednek, a felhők megállnak, hogy az ég még kékebb legyen. Tarka virágok ölelik körbe őket, és illatoznak csápos illatot. Az édes szerelem az égbe röpíti őket. Megállni az út szélén. Megállni az út szélén, és nézni a csendes esőt. Egy gyönyörű verset írni. Megsimogatni az illatos virágot, hallgatni a kövek sóhajtását, látni, amint vajúdik a szél, és álmodni a tavaszon, amely visszatér. Talán.
bennem. Bennem vannak a hegyek, a tengerek és a madarak, az esők csókjai, a kellemes ősz és a könnyed hajnalok. Bennem vannak az orgonák bódító illatai és a nők álmai, a távoli horizontok és a messzi hegyek havas útjai. Bennem vannak a gleccserek, a sivatagok, a rózsák bársonyos szirmai, az erdők mélye, melyek a szélről álmodoznak. Bennem vannak a világmindenség összes csodái. Különös hangokat hallok. Különös hangokat hallok. Madarak szólnak hozzám, és a kéklő dombok. Hallom a tenger, miként sóhajt, és hallom a fénylő hullámokat. Mikor robajjal csattannak a sziklán. Az ég széjjel szakad, akár egy női ruha, hallom, és hallom. A halál szól hozzám. Egy nő, aki szeret. A napsugár széjjel tekint, szétdúlt mezőkön egy letépet virág kiállt felém. Honnét jön ez a hang? Mit üzen a fény, a hangok? Melyeket hallok, mélyről jönnek a lelkemből? Ez a hang az enyém, a szívem zenéje. Az éjszaka ezer titkú dala, a költészet soha nem szűnő csodája. Fordítás Budapest 2013. június 29-én 16 óra 50. Érintsd meg a kezed. Érintsd meg a kezed. A domboldal fűvén suhanó szelet. Nézd meg a fényt a madarak szemében. Bódulj el az est csodáiban. Örülj a csöndnek, amely betakarja az éjszakát. Ne nézz vissza, hogy meglásd az érdes köveket. Öleld magadhoz az életet, hogy ember. Írtam a kőről. Írtam a kőről, amelyen megpihentél egy szélfutta estén. Elveszítettelek a szavak útvesztőjében, ám rátaláltam jelzéseidre hajnalban egy papírlapon. Így ketten sétáltunk a költészet. A 30. költő Jani Kress lesz, ő frankofon területen dolgozott, sokáig Kanadában, és a francia-kanadai baráti társaságnak a alelnöke, Sorbonne-on tanított irodalmi történetet, nagyon érdekes versek, filozófikus versek vannak. Hát ugye, mit az a szellem, Michel, barátom, aki nagyon lángoló természetű volt. Ennek az az oka, ugye, hogy először
Hát papi általános, vagy középiskolába járt, utána középiskola is, aztán el volt zárva itt a női hölgyektől, és később ez a dolog kitombolódott, ugye egyrészt Franciaországból ugye elment Laosba, és egy gimnazista, harmadikos gimnazista Leán Vandikát vette feleségül, és érdekes dolgot írt a laoszi életről, és azt is, utána ő elvégezte a középiskolát Franciaországba. Hozzáteszem, hogy egymással tartják kapcsolatot, nagyon sok unokája van Kanadában, Olaszországban, Franciaországban, és hát én személyesen voltam a családnál, nagy élmény volt. Képzeljük el, ugye, egy magyar és egy francia közös összeállítása, milyen csodálatos, gyönyörű, szép lányok született. Most akkor Jani Kressnek a versét halljuk, aki Montpellierben született 42-ben. Úgyhogy egymással két év különbség volt, de Dulcsa szerem, ugye a Michel mondta, hogy ilyen lángoló természetű, szállamadra az ágról ágra, most egy zeneprofesszor nőbe szerelmes. Hát egészségére. Köszönöm. Soha nincs távol. Soha nincs távol az arcod, csak hiánya érzékelhető. Megjelensz magad is igényleg, visszatérsz az időn túlról is. A napsugara ébreszt a hangod zenéje, olyan szerint, mint a fény. És a jelenléted hirtelen a szavak zengésében hallik. A pillanat melódiája hallgatás után a hívó szavadban testesül zenévé. Ez a hajnal már. Te vagy az, ki megszabadított engem az éjszakától. Budapest, 2015. november 4. Köszönöm. Milyen nyugodt erő. Milyen nyugodt erő adta Ankainak a készletést, a vágyat, egy bolondos szó, és a feloldást a titokzatos szárnyalásra. Bizonyára egy arc, amely hajlandó volt meghallgatni. Egy kinyújtott kéz, melynek mozdulatára vágytam. Egy fölemelő pillanat, amely a csöndből fakadt. És a szavaknak áradása, amely valóságá tette a varázslatot. Emlékszem, mint ez egy bárban történt, egy decemberi estén. És a városban egyre jobban elpihentek az éjszakai élet zajongásai. Bárban találkoztok, Szörösi Dávid ide illő dal fog elmetenni. És ez a dal Fényes Szabolcs, Brand István slágere, összecsendül két pohár. Összecsendül két pohár, egy kályó csengve száll, és a könnyű fél homályban mint a kérdre rátalál. A kutam a zongorát, tetten egy más oldalát, minden muzsikál, a szív, a szem, a száj, és a tanító ritmusát.
de ma eljön a hajnali fény. Hol vagy már, drágám? Olyan rossz, hogy majd messzire jársz, emlékedre áll. És ha feljön az esteli hold, ne hagyj ki tárván, szívem visszavár, ugye itt talán. Összecsendült két kohát, mikály a csengbe száll, a válhoz ír a vár. Összecsendült két pohár, és a cinkos félhomár rendben állva percek óta vár a csókra. A fakó időben. A fakó időben, ahol folytogálnak az órák, semmi se bántja a csöndet, csak a színek hiánya. A végtelen eget elnyelte a szürke tenger, egy piros folt is elveszett benne, amely minta lehetett volna. A tekintet forrong, keresi a helyet, ahol nyugalmat talál a lélek, melyet meggyötört a vágy. Az üres magányban egyedüli reményt csak a gondolat ad, amely megvigasztal. Holdragyogás. A szobának meghítségében körvonalazódik egy arcnak szimuletje a takaró felett. A hold fénye megtöri a sötétséget, és megvilágítja az ágyat, ahol fénylik az arca. A nő már alszik, még nem álmodik, és ismeretlen hangok még nem jutnak el fülébe. Néha a test még nyugtalanul forgolódik, a csupasz lábak kinyújtózkodnak, mintha parancsra tenné. Milyen szótlan gesztusok! A vágy még nem szabadult ki az ébredező testből. Ám már ébredezik a lélek is, és lassan bizsereg a vágy. Fátyolos hang szűrődik a nő felé, akár a tenger hullámai, akár egy könnyű szellő, akár egy költemény. Budapest 2015. november 15-én 18 óra 22 perckor. Döntés. Beszélhetünk sokáig. Vagy ne szólj semmit. Így szép ez az este, amely ránk köszöntött egy nyugalmas keresztény.
ez így jó. Mondottad, és én némán hallgattam. Az áldott csendben vallottad, szeretlek. Az éjszaka ránk terült, vállamat hűs levegő simogatta, s te javasoltad, menjünk a szobába, hol kandallóban tűz dúsol. Hallgattam. Minden olyan egyszerű lett. A szavak oly bölcsen hangzottak a szádban. És a hangot az arcomat lágyan simogatta. Tudom, hogy értelmetlen a szó, mikor izzik a vágy. Csendben maradtam. Őriztem a pillanatot. Most már így fogom. Thank you.
Kis Zsuzsi! Halleluja! Boldog Kis Zsuzsi! Kis Zsuzsi! Még egy, ahelyett tudom, még egy, Szeptőn sok, excellent, szuper excellent. Na, nagyon, nagyon. Hát, saját magának is tetszik, hát ez nem baj. Hát, az én estemnek majdnem úgy vége, mert még lesz majd a újvári feltőzés zárulás, de számos annyi értékeli a dolgokat, de én itt a szereplőknek, hadd topsod meg őket, megköszönöm, hogy ilyen kellemes élményt adtak nekünk Szőlősi Dávid, Jajnő Mária, Fatima Mária, Európányom, Pantjána, Újvári Fajnok, Orosz Margó, Németlán Fajnok, Botányi Fajnok, és Zérván Fajnok. Engedjék meg, hogy a zárulás előtt a mi talán jövőre ezt bemutatok, ez a szemetésének a lezárása, de sok szép öröm is volt a részem. Még volt rengeteg időm. Mondták, ne dolgozzak annyit. Na figyeljetek ide, energiám egy harmadát csinál most, hogy úristen, akkor hogy a fenébe csinál? 1, 2, 3, 4, 5 könyvvel. Jövő héten a hatodik. Az az igazság, hogy előre dolgoztam sok mindent. Most egy olyan verset mondok, ami nem csak rám vonatkozik, hanem minden művészre, aki szereti a szépet, a jót, szereti átadni a lelkében lévő jóságot, szépségét másoknak, hogy örömet szerezzen. Kinek lelke örök tűzben ég. Sohasem féltem a haláltól, pedig már sokszor megkísértett. Csak attól féltem, hogy cserben hogy a nehéz, csodálatos ének. Küzdöttem mindig másokért is, és nem felejtem, honnét jöttem. Megváltó szeretet vezérelt, és számomra ez volt az Isten. Ezenben jutott a nagyanyám. Reggel és este imádkozott, mindig könyörgött a másnapért, és megköszönte a tegnapot. Az idő olyan gyorsan robog, sok mindent szeretnék még tenni. Kinek lelke örök tűzben ég, az sohasem tud megtenni. Köszönöm. A mai záróverset Király Lajosnak ajánlom. Ez egy több mint 80 éves vers. Dzsida Jenő, én hívlak élni. Hallgasd meg, mit suttog az élet. Élni hív újra meg újra téged. Ne nézz vissza a sáros útra. Legyen előtted minden tiszta. Emeld fel fejed, lásd meg a szépet, szemed kékjében égjen a fényed. Lásd meg végre, hogy szeretnek, még akkor is, ha nevetnek. Hisz mosolyt te csalsz az arcukra, ismerj bennük magadra. Soha ne bánt, ha fáj, hisz erőre így találsz. S mi most bánatot okoz, később nem lesz rá gondod. Hidd el, jól tudom, hogy fáj, de hinnünk mindig muszáj.
fogd a kezem, ha úgy érzed, hogy szívedből kihull az élet. Ne keresd már, hogy hol tévedtél. Ne sírj azon, mit meg nem tettél. Gyere velem, én hívlak élni. Vérző szívvel is remélni. Jogod nem is egyben a feléként, rajt királyi egyben. További szép napot, csodálatos életet kívánok mindenkinek. Király Lajos, majd a végén átadjuk. Király Lajos estjét hallottuk, aki jelen pillanatban és reméljük még sokáig a Kúdi Gyula Irodalmi Kör elnöke. Szeretném elmondani nektek, a Lajos egy örök harcos, rá kell nézni, emlékezni kell rá, amikor még 60 kiló felett volt, akkor pont ugyanilyen hittel és a szemében pont ekkora vágy, ekkora akarat volt, mint amekkora most. Nem tudom pontosan hány kiló a Lajos, de egy biztos, hogy 41 kiló a Lajos, és el szeretném mondani, hogy mindig ő benne van az erő, hogy csináljunk, ne álljunk meg, ne pihenjünk, mindig történjen valami. Én azt hiszem, hogy mindannyiatoknak ezt kívánom. Szerintem ugyanilyen hit és akarat volt Krúdi Gyulában is, hogyha belegondolunk, Krúdi Gyula tulajdonképpen igaziban nem is volt otthona, csak az utolsó három évben volt otthona Óbudán, de előtte, mint tudjátok, a Margit szigeten két helyen lakott, a Royal Szállodon és különböző helyeken. Ő neki az otthona a írásaiban volt, az alkotásaiban. És azt kívánom nektek is, hogy vegyétek olyan komolyan a Krúdi Gyula irodalmi kör, mint ahogy királya is ezt tette az elmúlt időszakban. És ne felejtjétek el, hogy a Krúdi Gyula irodalmi kör 38 évvel ezelőtt alakult, és itt van köztünk például Szénási Sándor barátom, aki például már 25 éve a Krúdi Gyula irodalmi kör tagja, tartsanak meg a Sanyi barátomat is, aki a verszakosztály vezetője. És én azt kérem minden Krúdi tagtól, hogy tüntesse fel azt, hogy ő a Krúdi Gyula irodalmi körhöz tartozik. És külön köszöntöm Lengyel Gézát már csak azért, mert tegnap volt antológiát ad, és egy olyan fantasztikus antológiát kaptunk, hogy a Géza egy nagyon-nagyon nagy tapsot ért a házban. Köszönöm szépen! Úgyhogy köszönjük szépen Lajos ezt a fantasztikus estet, jól éreztük magunkat. Aki még szeretne majd pogácsát fogyasztani, ez természetesen itt van. Vizet is adnánk, de Batára István olyan ideges volt, hogy megitta az összes vizet. Nem akart beszélni, azt mondja, inkább iszom, de mondtam, hogy nincs más, csak víz. Úgyhogy... Könyvet mondja. Mindenki saját könyvet. A pokácsa már könyvet mondja. Ja, és ne felejtjétek el, ugye itt vannak a könyvek féláron, ami majd a Lajos elmondja, hogy mi mennyibe kerül. Úgyhogy vásároljatok, soha nem tudjuk, hogy melyik pillanat jön vissza, de az igazi pillanat soha többé nem tér vissza. Ez egy visszanemtérő pillanat. Köszönjük Erzsinek, hogy megihlette ezeket a csodálatos verseket. Köszönjük Bíró Krisztiánnak, hogy beletette a kezét a családjával, és megszülettek ezek a fantasztikus könyvek. És akinek még nem születtek könyvei, ajánlom a Bíró Krisztián tulajdonost, hogy menjetek hozzá, féláron dolgozik, de csak mostanában, már borul is a pohár, nem, mert szinte hihetetlen, de tényleg féláron dolgozik. Úgyhogy szeressétek a Krúdi Gyula irodalmi követ, és ne felejtjétek, gondolkodni jó, szeretni jó, mert a szeretet sose fogy el, ha elfogy, higgyétek el, kezdődik előre. Így gondolod te is? Köszönöm szépen. Egy nagy tapsot Király Lajosnak, és visszaadom a szót. Köszönöm, és most lesz egy meglepetés megint. Vissza benned, vándorlásom mond,
és akkor azt hiszem ezzel ér véget a mai programunk, majdnem, mert ugye még hátra van a könyvek megtekintése és vásárlása, illetve a festményeknek a megtekintése, és ismételten felhívom a figyelmet a következő programjainkra. Augusztusban, szeptemberben már a szokás szerint találkozunk Újpesten, harmadikán, és majd egy hónap múlva, 17-én találkozunk itt, a Zilában. Még egyetlen egy gondolatot elfelejtettem. Nehogy megsértődjetek, nem azért vettük le Vittman Tamás festményét, hanem azért, mert a Tamás nem adja oda, azt mondta, hogy az még azt elviszi magával, mert az egy szent dolog, és már megvásárolták tőle. Úgyhogy meg szeretném köszönni Istvánnak ezt a festményt, amit fél évvel ezelőtt festett még rólam. Ezt már befejezte, akkor még valahogy kinéztem. Most már ezzel kezd szembesülgetek, ahogy most nézek ki. Úgyhogy bízunk benne, hogy most Lajoson éjjel-nappal dolgozik, hogy így nézzen ki legalább, mint a hiba. Vagy ennél jobban. Úgyhogy még egyszer köszönöm Király Lajosnak, az elnöknek, hogy megtartotta ezt a csodálatos estét. És aki Hemingway fordításokra kíváncsi Király Lajostól, az beüti a YouTube-on, fönt van legalább 5 Hemingway versét.